Ja, még fúrnak is amúgy a hátra, meg kopácsolnak. Hallottam, igen. Sziasztok, üdv újra egy For Her Home vlogban. Ismét innen a fürdőszobánkból jelentkezem, ugyanis ebben a vlogban megcsinálunk néhány dolgot itt a lakásban, főleg egyébként a fürdőszobában. Mert hogy ugye, amikor kicsempésztük a fürdőszobánkat, akkor maradt még egy pár dolog, amit meg kell majd csinálnunk. Leginkább az, hogy ugye a zuhanyzót azt megszüntettük, ennek szeretnénk az alját befedni deszkákkal, és szeretnénk majd ide egy szekrényt, aminek az aljába fogjuk betenni a szennyes tartót, és akkor az ott lesz, a szekrényben pedig tudunk tárolni törölközőket, meg ilyen fürdőszobai cuccokat. A férjem elkezdte már levágni a deszkákat ide, szerintem halljátok is éppen, ahogy fűrészelget az előszobában. Nagyon sokan kérdeztétek, hogy mi újság a csempével itt a fürdőszobában, leesette már néhány darab. Hát nem tudom, hogy látjátok-e, hogy a csempe gyönyörű, továbbra is, sehol sem esett le belőle egy darab sem, sehol sem mozog. Mikor csináltuk? Júliusban, ugye? Feri, akkor augusztus, szeptember, október, november, 4 hónapja csináltuk, és büszkén jelentem, azért lekopogom, hogy 4 hónap alatt még nem esett le egy darab csempe sem, úgyhogy büszke vagyok magunkra, ügyesek voltunk, és továbbra is nagyon tetszik nekünk a fürdőszobán, nagyon örülünk, hogy megcsináltuk ezt a csempézést. Pedig azért kaptunk az alatt a videó alatt hideget is bőven, amit megértek, oké, mondtam, hogy nem vagyunk szakemberek, úgyhogy tisztában voltam azzal, hogy nem fog mindenkinek tetszeni ez, amit csinálunk, de mi nagyon örülünk, hogy megcsináltuk, és most végre be fogjuk fejezni a fürdőszobát, illetve hát azóta nem nagyon történt itt a fürdőszobában semmilyen dekorálás, úgymond, és én már nagyon várom azt, hogy feltessek egy-két akasztót, meg ide a mosdó fölötti kis fürdőszobapolcra is szeretnék tenni egy-két ilyen dekorációt. Nyilván a fürdőszobáról beszélünk, tehát azért nem fogok itt, nem tudom én milyen kis égősorokat felrakni, de azért mégis szeretném egy picit ezt a steril fehérséget megtörni néhány dekorációval, úgyhogy majd ezt is megnézhetitek ebben a videóban. Illetve fel kell még szerelnünk egy polcot a nappaliban, a kanapé fölé. Délután elmegyünk az IKEA-ba megvenni a szekrényt ide a zuhanyzóba, illetve hát még egy-két apróságot, ami kell. Úgyhogy hát ha kíváncsiak vagytok rá, hogy hogy zajlik most ez a kis hétvégi tatarozás, vagy nem tudom én mi, akkor tartsatok velünk. És nézzétek meg, milyen szép lesz. Annyira jól néz ki szerintem. Ezzel lesz egyébként még kenve ilyen tölgyszínű lazúrral, és szerintem gyönyörű lesz. Nagyjából elkészült ez a kis
Mi ez? Mi ennek a neve? Emelvény? Nem, nem emelvény. Na mindegy, a zuhanyzónak az alja, a férjem összeszerelte, illetve lekentük az egyik felét lazúrral. Most hagyjuk száradni, mi addig elmegyünk, elintézünk egy-két dolgot, elmegyünk az IKEA-ba is, és akkor, hogyha megjöttünk, akkor lekenjük majd a másik felét is, és utána gyakorlatilag be lehet állítani a zuhanyzóba, ugye? Igen. Na, úgyhogy ezzel megvagyunk, most meg elmegyünk beszerezni a többi dolgot, ami kell. Elindultunk az IKEA-ba úgy, hogy tudtuk, hogy nagy dolgot kell szállítanunk, de nem vettük ki a gyereküléseket. Azért egy 10 perces legózás után csak sikerült betenni ezt a 2 méter magas szekrényt, meg még az egyéb dolgokat, és még a gyereküléseket is, és még én is befértem oda utóba. Úgyhogy hát sok eszünk van, na, hogy nem vettük ki előre a gyereküléseket, de mindegy. Na, megoldottuk, az a lényeg, egyébként ez a kis autó, ez már rengeteg mindent elszállított, szóval tudtuk, hogy be fog férni, de nem volt egyszerű. Üdv újra itt, már szombat délelőtt van, és a férjem elkezdte összeszerelni a szekrényt, amit be fogunk állítani a fürdőszobába, a zuhanyzó helyére. És ezen kívül még fel kell szerelnünk ide a nappaliba, a kanapé fölé egy polcot. Akkor arra a komódra ott fogunk fogantyúkat szerelni. Szerintem ennyi, ez is bőven elég sok. Úgyhogy nem is dumálok, hanem próbálok én is segíteni valamiben, nem tudom, ebben mit tudok segíteni. Szurkoljál, nézzél, biztossál, tartsd a lelket. Jó, ez menni fog. Kidobatom a csavarokat inkább, az talán valami segítség. Fölszereljük a fogantyút, de mi nem azt a fogantyút szereljük fel, ami eredetileg volt hozzá, hanem ezt a ilyen bőr fogantyút. Hogyha itt van a lyuk, itt alul, ez így nagyon lentben, ez így nem jó. Tehát itt valahogy mondjuk itt ide. Muszáj föntet fogni lyukat. Jó. Csak jelöljük meg, hogy hova. Mindenki találjuk. Valahogy így felmérjük, tehát hogy nem a legaljára. Amúgy olyan érdekes ez a fogantyú, mert amikor először láttam az IKEA-ban, a konyhabútorom volt rajta, és még mondtam is a férjemnek, hogy ezt tökre nem raktam konyhába, mert az ember hozzányúl zsíros kézzel, és milyen indulítóan fog kinézni 2 hét után, és így mondom, hogy hát én soha nem raknék fel ilyen fogantyút. Aztán az eszembe se jutott, hogy hát nem csak a konyhába lehet rakni, mert mindig a konyhabútorom volt az IKEA-ban ez, és egyébként tök jól néz ki a konyhabútoron is, csak szerintem nem praktikus a konyhába, viszont fürdőszoba szekrény szerintem tök jó lesz, meg egyébként ezt fogjuk a nappaliba ide a komódra is feltenni majd. Na hozzunk mérőszalagot, mondjuk ki, hogy... Akkor ezt fölött nem ezt végén tegyük fel. Na ezt a végén, mert hogy van két ilyen akasztó is egyébként ehhez a szekrényhez. És akkor ide az oldalára, ebből most valószínűleg nem látok semmit, hogy az oldalára így föl lehet fúrni ezt a két akasztót, és akkor rá lehet akasztani köntöst, meg törölközőt, úgyhogy ezt is rá fogjuk rakni. Annyira valami budgyorsra tenni. Azért nagyon gúgyosnak lennie, de azért... Nem tudom érni, ez... Tehát, hogy így ennyire?
mondjuk ez így beljebb lesz, mert ugye bemegy a Szeges miatt, de hogy kb. Oké, de hogy szerintem kicsit bugyosítsad meg. Kicsit jobb van. Aha. Úgy, igen. Tudod, hogy nevesen vagy? 18 és fél. Jaj, elkezdett könnyezni a szemem. Ne sírjál édesem. Fogd akkor ezt meg érteni. Megyed ide tegyük. Ja. Így, nem? Aha. Ja. Ígyünk minden alkalommal egy feles, amikor lejtesz egy csavart. Már fél órája részeget lennék. Rövid lenne a nap, azt hiszem. Jó. Jó, hát ez nagyon csecse. Neked tetszik? Tetszik, igen. Jó. Nem én döntöttem, nem én döntöttem el egyedül, nem én akartam, valamint, hogy én akartam, de a férjem is beleegyezett, hogy ezek a fogantyúk lenni, szerintem tök jól néz ki. Na, vigyük a fürdőszobába. Ja, nem, először még be kell rakni az alját is. Hát, igen. Deszkát. De ahhoz ezt el kell rakni innen, mert nem férünk el. Kihozta a férjem a zuhanyzónak az alját. Vigyázz az ujjadra! Jaj, de csodálatos! Tényleg olyan, mint egy szauna, komolyan. Csináljunk majd egy szaunát. Csinálom a szaunát. Én is úgy, hogy nem lesz szauna. Nagyon tetszik. Na, hozzuk a szekrényt is. Behoztuk a szekrényt ide a zuhanyzóba. A férjem nem engedte, hogy felvegyem, hogy behozzuk. Nem is baj egyébként, mert hát nem túl nagyok itt a terek, szóval kicsit problémás volt ide berakni, de sikerült. Kicsit és káromkodós kör volt. Kicsit káromkodós kör volt, és most azon filózunk, hogy néz ki jobban a szekrény, hogyha betoljuk oda a falig, vagy így az egésznek a közepére rakjuk. Azt mondja a férjem, hogy szerinte legyen inkább az, hogy oda betoljuk, és akkor oda be tudok rakni egy ilyen kis padlóvázát, és abba tudok rakni valami, hát valószínűleg műnövényt, mert minden más meghalna, mert itt tök sötét van amúgy a fürdőszobában. És szerintem maradunk így. Vagyis hát azt a szennyes sartot le fogjuk még cserélni valószínűleg, mert elég nem illik az interiőrbe most. Akkor most odafúrom a falhoz. Szerintem itt fognak furálni a gyerekek, de nem baj. Nem baj, ha engem elbírt, akkor őket is elfúrom. Igen, valószínű. Na jó, akkor csináljuk, amit még kell. Fúrni. Ja, igen, falba, bele szekrét, mert ez így nem maradhat, mert mozog. Nem túl gyerek biztos maradjunk annyiban, úgyhogy ezt rögzítenünk kell. Amíg a férjem rögzíti a szekrényt a fürdőszobában a falhoz, addig én csinálok egy ceruzatartót Lilinek. Ez egy ilyen rövid kis DIY projekt lesz. Ezt a fém dobozt lefújom ezzel a Pinti Plus festéksprével. Ez ilyen beltéren is használható festékspré, mert hogy nincsen szaga, nem csöpög, nem szóródik szanaszét mindenfele. Egyébként ez ilyen halvány rózsaszín, de kipróbáltam, és nagyon-nagyon-nagyon halvány. És akkor, hogyha megszáradt, akkor pedig ilyen kis arcocskát fogok majd ragasztani erre a ceruzatartóra. Ezek ilyen juszta, vagy nem is tudom, hogy kell mondani, kis matricák, amiket bögrére, meg ilyen dolgokra lehet ragasztani. De közben a férjem elkezdett fúrni, úgyhogy inkább csinálom. Na hát, ha már ennyire belejöttem itt az átfestésbe, meg a lefestésbe, akkor lefújom ezt a, hát nem is tudom, hogy mi ez, papírokat, képeket lehet rácsiptetni erre a fémkeretre. Ezt Aldiban vettem egyébként, viszont rájöttem, hogy nem tetszik, hogy fekete. Ezt egyébként a nappaliba az íróasztalom fölé szánom. És szerintem túl sötét lenne oda, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt is átfestem ezzel a világos szürke Pinti Plus festéksprével. Remélem, hogy jó lesz, mert ha igen, akkor ezt is felfúrjuk ma a falra.
Na, megszáradt a festék ezen a fémedényként. Egyébként nagyon szépen befogta ez a spray festék, ugye ilyen sötétkék minta volt rajta, és nézzétek meg, hogy milyen szép, egyenletes, halvány rózsaszínű lett. Úgyhogy elkezdem felragasztani ezeket a Justa matricákat. Vannak itt ilyen minták, de természetesen bármilyen állatkát lehet ezekkel csinálni, de én szerintem ezt a cicát fogom ráragasztani. Milyen lett? Kicsit csinálhattam volna lentebbre, de szerintem nagyon cuki. Szekrény odarögzítve a falhoz, úgyhogy most végre eljött a várvált pillanat. Bepakolhatom ide azokat a cuccokat, amik egyébként jelenleg a tárolószobában vannak, illetve a nappaliban, a komód egyik fiókjában vannak a törölközők, úgyhogy azokat most mind át fogom ide hordani. Drága férjem elkezdte felrakni a fogantyúkat a komódra, és nézzétek meg, mennyivel jobban néz ki ezekkel a bőrfogantyúkkal. Mármint, hogy ez a komód amúgy is jól nézett ki, így simán is, de szerintem így jobban illik ide a nappaliba. Meg egyébként szerintem praktikusabb is azért, hogy van rajta fogantyú. Így hát ki van pakolva a fiókok tartalma a komódnak a tetejére, meg mindenhova, mert... ugye fúrni kellett, mert hogy ezen eredetileg nincs fogantyú, tehát kellett rá lyukakat fúrni, hogy egyáltalán fel tudjuk rakni a fogantyúkat, úgyhogy azért ez némi nemű kosszal járt, úgyhogy kiszedtük az ágyneműket, meg ilyen dolgokat. A férjem lefeküdt egy picit pihenni, ő ugye tegnap éjjel is, meg tegnap előtt éjjel is dolgozott, úgyhogy eléggé fáradt, főleg, hogy azért elég sok mindent csinált itt reggel óta. Úgyhogy addig én berakom a fürdőszobába a kis kiegészítőket. Azt hiszem, így lesz igazán teljes a fürdőszoba. Én már nagyon vártam, hogy végre eljön ez a pillanat. Na, elkészültem a fürdőszobában, de a férjem nem látta még, hiszen ő aludt, úgyhogy most behívom és megmutatom neki. Gyere! De csukd be a szemed, ahogy jössz! Kíváncsi vagyok az első reakciódra. Kinyithatom? Igen.
Nincs mások hátra, a következő állomásunk egy polc felfúrása lesz oda a kanapé fölé, itt a nappaliban pontosabban. Igazából ez nem polc, hanem képtartó néven fut az IKEA-ban, de mi kvázi ilyen kis polcként fogjuk használni. Képeket fogunk majd rátenni, meg díszeket, égősort, ilyesmit. Úgyhogy remélem jó lesz. És az utolsó feladatunk a mai napra ennek a, nem tudom mi ez, képtartó. Szóval ezt fogjuk felfúrni ide a falra, íróasztalon föl. Díszrács? Nem mondom díszrács. Hát nem tudom, legyen díszrács. Szóval ez a mai utolsó feladatunk, hogy ezt felfúrjuk ide a falra, és utána végeztünk. De jól néz ki. Most egy teleragaszgatható mindenféle Szabó Péter idézettel. De le kéne szedni egy picit. És mi a bajod? Semmi, imádom a Szabó Péter idézeteket. Tudom, azért mondtam. Este 6 óra van, és végeztünk. Én nagyon elégedett vagyok magunkkal, pontosabban igazából a férjemmel vagyok elégedett, mert hogy a munka nagy részét ő csinálta, én csak így a keze alá dolgoztam, és segítettem neki, amiben tudtam. De igazából megcsináltunk mindent, amit szerettünk volna. A fő projekt az igazából a fürdőszoba volt, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elégedett vagyok a végeredménnyel. Nagyon tetszik, teljesen más a hangulata így, hogy végre befejeztük, és nem ilyen félkészen állott a zuhanyzó, meg hogy bekerültek ezek a kis kiegészítők, meg dekorációk. Két dolog van, amit szeretnék még beszerezni a fürdőszobába, az egy másik szennyes tartó, illetve oda a szekrény melletti padlóvázába szeretnék majd tenni valami műnövényt, hogy legyen ott is egy kis zöld, de ezeken kívül készen van, és nagyon tetszik, de tényleg annyira cuki lett, és egyébként a férjem is azt mondta, hogy tök cuki lett a fürdőszobánk, de persze ezt kamerán kívül mondta, de neki is nagyon tetszik a végeredmény, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy a gyerekek mit fognak szólni hozzá. Annak is nagyon örülök, hogy végre felszereltük ide a nappaliba a polcot a kanapé fölé, meg az íróasztalomhoz azt a díszrácsot, vagy mit. Minden dolognak, amit a videóban láttatok, ilyen fürdőszobai kiegészítők, meg amiket felszereltünk, azoknak a lelőhelyét be fogom tenni a videó alatti leírásba, úgyhogy ha valakinek megtetszett valami, akkor ott megtalálja. Ha esetleg valamit kihagyok, akkor nyugodtan kérdezzetek rá kommentben, és segítek. Mi most egy kicsit rendbe tesszük magunkat, és elmegyünk kettesben vacsorázni, hogy legyen valami romantikus is ebben a gyerekmentes hétvégében, ne csak szerelés. Nagyon köszönöm, hogy velünk tartottatok, remélem, hogy tetszett ez a videó, és hasznosnak találtátok. Hogyha igen, akkor lájkoljatok, kommenteljetek, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha eddig még nem tettétek meg. Találkozzunk következő alkalommal is, legyen szép napotok, sziasztok!